De milyen az agresszív nyúl, ugye? Gondolom a vörös szemű, már eleve vérbe forognak a szemei, nem? Már azon fölbassza az agyát, hogy miért ilyen hosszú a fülem, badnék? Mi a fasz kéne vele csináljak a kurva anyját, badnék? Érezzük, hogy a lelkiismeret harangja kolompol, úgyhogy megpróbálunk kicsit jobbá válni, de azt érzem, hogy az igazán nagy lehetőségeket, mikor tényleg javíthatunk magunkon, azokat inkább kicselezzük, és helyette valami egyszerűbbel dolgozunk. Például rengeteg természetvédő és állatvédő van mostanában, ami jó, hisz védjük meg bolygónkat, és ne bántsuk az állatokat. Csak egyre inkább azt veszem észre, hogy ők kezdenek elvonulni az emberektől, mert azt mondják, hogy én a kicsi pocokkal vagyok, mert a kicsi pocok nem cseszi szét az erdőt, nem dobja szét a szemetet, és nem csinál szívószálat. Gyere, kicsi pocok, gyűlöljük együtt az embereket. És ők azt hiszik, hogy ezzel megoldották. Csak a helyzet az, hogy az ember azért született le ide a földre, hogy embertársait szeresse. Ha itt körbenéznek, ezeket az arcokat kéne szeretni. Kurva nehéz, de ez a feladat. Mert az, hogy egy kis aranyos pockot szeretsz, aki egyébként kinyalja a segged a kajáért, az nem egy trüváj. Németországban, ahol élnek a rokonaim, ott már bizonyos régiókban nem engedhetik ki a kutyát éjszakára a kertbe, mert beperelik őket érte. Azt hiszem, németek kicsit megzakkantak. Hát eleve úgy volt a főgeci a Hitler. Ő nagyon gonosz volt, és az egész amerikai média azóta az összes németet gonosznak állítja be a legtöbb sorozatba. Ezért folyamatosan kompenzálnak szerencsétlenek, és talán így alakulhatott ki ez, hogy micsoda? Kutya a kertben éjszaka? Was ist denn das? Hát hogyan nincsen neki kabátja? Jó esetleg, mert egy évben egyszer kimaradhat éjszaka fejlámpával, haverokkal, hálózsákban vigyáznak rá, kimaradhat. Kell mellé 4-5 kutyásőr, hogy tényleg ne legyen baja. És a német rokonainak a kutyája egy írfarkas. Ez a legnagyobb kutyafajta a világon, tehát a marmagassága nagyjából itt található, a kisebb lovaknál lényegesen nagyobb. És ő, hogyha benn van a házban és boldog, akkor ott borul minden. A székek, az asztalok, lebassza a farkával a gyereket a kis székből. De hogyha ki kell mennie kakilni, nem mer, mert fél a madaraktól. Ha ő elindul kakilni, először kinyomja a kis orrocskáját, ami akkor, mint egy svéd asztal. Ha nincs kint senki, kirohan, elkezdi nyomni a kókuszt, de ahogy valaki becsippant, félbecsapja a kókuszt, és visszarohan. És többször volt már, hogy még egy fél kilós kókuszdarab bekísérte a nappaliba. Jaj, kiskutyám, ha nem tudtál szarni, igaz? Semmi baj, majd hívunk pszichológust, és majd megtanít szarni, jó? És tényleg hívnak hozzá pszichológust euró ezrekért, de ez még mind semmi. Él közöttünk Cliff Penrose Angliában, aki nyulakat hipnotizál. Ezért érdemes volt megszületni, baszki. Ő azért hipnotizálja a nyulakat, hogyha állatorvoshoz viszik a nyulat, ne legyen ideges. Illetve azért, hogy az agresszív nyulakat kevésbé agresszívvé változtassa. Hát milyen az agresszív? Eleve, ugye én is sokat voltam vidéken gyerekkoromban, és most is ott élek, itt is biztos vannak vidékiek. Azért, hogyha vidéken egy nyúl agresszív lenne, olyan 5 perc alatt rotyogna a tepsibe, nem? De milyen az agresszív nyúl, ugye? Gondolom a vörös szemű, már eleve vérbe forognak a szemei, nem? Már azon fölbassza az agyát, hogy miért ilyen hosszú a fülem, badnék? Mi a fasz kéne vele csináljak a kurva anyját, badnék? Fogadom, mert nem tudok egy kurva szót sem mondani a faszomat bele. Mit kéne meghalljak a ketredbe? A kurva anyátokat, basszátok meg! Onnan tudod, hogy agresszív a nyulad, hogy a nyúl általában szaporodni szeretne, és hogyha ideges, akkor dobog. Tehát agresszív a nyulad, fogja a rácsokat, és üvöltözik, hogy kurvákat, kurvákat, hozzatok kurvákat, kurvákat akarok! És ha ilyen nyulad van, akkor hívhatod Cliff Penrose-t, és pár ezer euróért meghekkeli. De meg is eheted, mert tök jó az íze, nem?